Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggel! Ezer éve nem voltál itt nálunk. Hello, Gábor! Ciao. Mi újság van? Fantasztikus itt lenni egyébként. Ugye? Igen, igen. Nagyon régen voltál, beteg is voltál, turnéztunk is, sok minden történt. Mentetek el, igen, igen. Hát ébred az ország, tulajdonképpen mondhatom, hogy... és tényleg, hiszen 4-9 van. Igen, egészségügyi téren folyamatosan ugye, folynak a programok, és azt mondhatom, hogy nagyon komoly érdeklődés van. Tudjátok, van egy ilyen kommunikáció, Magyarországon alig-alig foglalkoznak az emberek az egészségükkel, meg az Európai Unió viszonylatával, utolsó helyen állunk, majdnem. És azt látom, hogy vannak olyan emberek, családok, akik változtatni akarnak évek óta, de nem kaptak még olyan impulzust, hogy kiemelkedjenek a szokás tengeréből. És most ez megtörténik, úgyhogy öröm látni azt, hogy... Te vagy az emberek. Impulzus? Nem mondom, hogy én, de van valami ebben az egész... Szemény. Nem, van valami ebben az egész munkában, ebben a, ahogy itt a műsor is rettenetesen erős hatást gyakorol az országra, tehát mondhatom, hogy akár az elmentes övezet, akár az ehhez kapcsolódó programok is fantasztikus erőt adtak az embereknek, és megadták azt a pluszt, ami kell egy változáshoz. Most nem mondom, hogy rögtön mindenki változtatott, de azt merem mondani, hogy több ezer embernél komoly változások álltak be, kapok e-maileket, és azt gondolom, hogy van értelme, volt értelme belevágni ebbe az egész változtatási technikával, ebbe az egész dologban, amit itt azt hiszem együtt is csinálunk lassan, azt hiszem 2 éve, és van eredménye, ez a lényeg, van eredménye. Ezt nem biztos, hogy ti innen látjátok, mivel én operatív munkát is végzek, és tanácsadások, sorozatok vannak, azt látom, hogy rettenetesen komoly eredménye van. Tehát ez most tényleg... Mi a legfontosabb irányvonal egyébként, amikor van egy ilyen találkozótok, akkor mi az, amire leginkább rákérdeznek az emberek? Egyrészt a tendenciák érdeklik őket, hogy igaz-e az, hogy vagy csak összeesküvés elmélet. Mert egyesek azt gondolták, hogy hát csak lejárató kampány folyik XY termék vagy iparág ellen. És egyrészt el szoktam mondani, hogy az nem egészen úgy van, ahogy mondták. Másrészt viszont valóban föltárom az összefüggéseket, hogy melyik termékben mi található, az káros az egészségre, egy szintetikus anyag, egy mesterséges színezék. Aztán jönnek a konkrétumok. Az emberek azt mondják, hogy recepteket kérünk. Mit egyek, hogyan étkezzek, mit reggelizzek, igaz-e, hogy műzlit kell reggelizni, vagy mi az, tehát mi történik akkor, valaki nem kívánja a zabkását, utálja a zabot. Visszajelzések is vannak, hogy a tanácsadó alapján ez változott, az változott, bejött neki, sokat használt, stb. Igen. Mert ezek a legfontosabbak, nem? Tehát, hogy ténylegesen változtasson az életük minőségén. Így van. Mindenképpen szerintem ami a kulcs, az, hogy az emberek visszatérnek a konyhába, és újra elkezdenek ételt készíteni, és viszonylag kevesebb készített vagy félkészített vásárolnak. Ez az a tendencia, ami elindult. Krémek, pástétomok, kásák, fasírtok, erőturmixok. Annyira ismerlek, tudtam, hogy ez jön. Az erőturmixok. Igen. Bekövetkezett már a nagy köles, bum. Hát mondhatom, hogy végül is igen, ugye a zabot reklámoztuk sokáig már, mint úgy, hogy mint zabkása vagy zabfasír, de valóban ott a hajdina, ott a köles, ott az amaránt. És ha a NASA is belépett a képbe... Senki nem mondja ki amaránt, mint a Gábor. Senki. Ugye, mert a NASA is vizsgálja például az űrhajósoknál, ugye, az asztronautáknál milyen élelmiszerek kerülhetnek be a képbe, és ugye az amaránt és a földi mandula is úgy tűnik, hogy bekerül. Tehát ilyen reform élelmiszerek is lassan az űrhajós tápokba is kerülnek. Most nem mondom, hogy ez a mi hatásunk, de mondhatom, hogy ez egy pozitív fejlemény. Na jó van, tehát akkor megy a dolog, ez a lényeg. Mit hoztál már, Gábor? Egy érdekes téma, ami szerintem mindenkit érdekelhet, meddig tárolhatóak az élelmiszerek, főleg ha lejártak. Hogyha minőség megőrzési idejükön túl vannak, megehetjük-e azonnali halált okozó termékek, vagy nem. Honnan tudjuk, hogy egy élelmiszer még fogyasztható-e, vagy sem?
Úgy emlékszem, hogy a ti hűtőtök is időnként roskadozik az élelmiszerektől. Az a kérdés, hogy itt... Úgy emlékszem. Itt, hát beszéltetek erről, hogy vajon időnként be lehetne oda tekinteni, hogy mi minden van ott esetleg minőség megőrzési időn túl, vagy előtte. Hát ahol hízó van, nem számít a szavatosság. Így is van. Élő jószág, ugye? De már a disznónak sem adható sok minden, hozzáteszem. Visszatérve. Szóval, mikrobiológia. Nem tudom, mennyire áll közel ez a téma hozzátok. Ezzel kellünk, ezzel fekszünk minden nap minden a mikrobiológiával, nap. Gábor. Nem árulom, hogy 30 percenként megkettőződik körülöttünk minden gomba. Uh-huh. Itt a stúdióban is. Amennyiben csíra szűrős ez a stúdió, akkor nyilván nem. De vélhetően itt most nincs csíra szűrő. Pontosabb dolgaink sincsenek, de csíra szűrő. Nem, hogy csíra szűrő. Igen. Mert akkor egymást nem fertőzni. De akkor már meg kellett volna halljunk, vagy legalább egy jó lábgombát össze kellett volna szedjünk, vagy valamit. Ha két óránként duplázódik? Így van, és exponenciálisan. Tehát ugye 2, 4, 8, 16, 32, stb. És borzasztó gyorsan el tud szaporodni egy élelmiszer felületén a gomba. Fontos, hogy azért nem halunk meg, mert az emberi immunrendszer egyrészt, ugye a bérrendszer gyomorsav elpusztítja őket. Másrészt pedig főszabályként nem Clostridium botulinum, hanem úgynevezett romlást okozók, tehát élesztők és penészek szaporodnak az élelmiszeren, amelyek halált nem okoznak, hasmenést, gyomorfájást, fejfájást. Vannak toxintermelő, méregtermelő penészek. Tehát penészes kenyeret hiába pirítgatunk, hiába... Bocsánat, ez hülye volt. Ja, igen, igen. Laci, nem vagy normális. Lacinál lelkesebb szerkesztő. Laci behozta a hűtőt. Behozta a hűtőt? Aha, így. Laci megérkezett a hűtőt. Vedd le a telefonomról, köszönöm. Igen, most ezt szekrényel, gyerekek. Szerintem nyisd ki, esünk túl rajta. Itt van Balázs arca a hűtőszekrényen. Igen. Hopsz, kiesett innen valami. Kiesett valami, ami állítólag az Ákosi. Nem baj, kicsit kidőlt. Oké, egy enyhén nedvesedő papír. Most már nedves, ez még száraz volt, amikor megemelt a Laci. Ákosi, nedd meg. Mutattam, izgalmas. Folyik. Ez már határeset nálam. Kivett egy ilyen félig megbontott joghurtot a Gábor, Ákosi nehet megfelirat, tehát szörnyen néz ki valójában. Tehát ez valószínűleg tavaly szeptemberben volt Ákosi. Melynek a fala is tele van, ez már penészes. Hopsz. Hát és leszeded a tetejéről a penészt, és az alját megeszed. Mit lát? Ez már alkoholos. Hát azért, az mi a bajod vele? Sárga, baraszt, levendula, rúm és cukorja, ez rúmos. Rúmos miatt, igen. Ugye, tehát azért nekiátsunk rögtön farkast, ahol nincsen nem csak tudom, egy jó rúmos lekvár. Van rúmos lekvár. Például a lekvár, na, mondom neked a régi praktikát, a nagyanyám befőzte a lekvárt, egy-két év múlva, ha valami baja volt a tetejének, kicsit megpenészedett, leszette róla, és gyönyörűen kente rá a kenyérre, vagy végszükség esetén újra felfőzte. Lehet-e olyat csinálni? A penészfonalak behálózzák a lekvár felső fél egy centiméterét, és azt leszettük. Termelnek. Az alsó részében valószínűleg nem diffundál, de mondjuk egy ilyen híglekvár van, ugye nyilván egész más a helyzet, az a sűrű beszáradt szilva lekvár. Ott esetleg ez járható lesz. És egy ilyen, ha újra fölfőzöm, nem lesz jó? Nem, mert a toxin az nem hőérzékeny. Hagyd a Gábor, ezt ne bonts föl, légy, jó? Mert az enyém, és az eddig nincsen semmi gond. Az micsoda, csak mondjátok, hogy mi van körözös, a kezében, mert nem látok semmit. Mindent felbont, és mindenbe beleszabott. Nekem ezzel az a gondom, hogy ebben a hűtőben most minden csupa víz, és ez nem gondolom, hogy ez most picit Laci megborította ott a hogy felborult a státuszkó, hogy így fogalmazzunk. Kis igen. Csokoládé, jó, azért nincsen. Az alsó, csak mondom van, neked, az alsó nájlonzacskót ne bontsd ki, mert májas van benne, és kolbász, és attól te rosszul jó, leszel. Káposzta, sanyúkáposzta. Igen, szóval itt az a helyzet, hogy ilyen fölbontott, és szerintem ezek már hetek óta itt állnak, legalábbis az a lekvár, ez majdnem biztos. De akkor ne tegyük vissza. Tehát ha már idehoztad, Lacegá, vedd ki őket. Diabetikus lekvár. Igen. Igen. Ezzel igazán gond nincsen, ezt tudjuk, hogy ettétek, hogy valaki ezt minden nap fogyasztom. Mi mindent használta. Teszünk, azért van. Ez csak, hogy valami kis házi kolbász. Konkrétumot is nézzünk, Gábor, egy csomó élelmiszeren, csak hatóságilag, a hatósági mondat az, hogy meddig áll el, nem? Tehát valami sokkal tovább jó, mint ameddig ráérjek, ugye? Van, így van. Úgyhogy amikor egy termék, most nyilván nem azt akarom... Mit találtál? Az egy érlelt sajt! Mi az, hogy... Gábor, nem pápusztai. Két év óta nem szagoltam ilyet. Ez egy rendes sajt. Egyébként a sajt pedig nem romlik, mint tudjuk, hanem nemesebb lesz. Így van. Ezzel fogok álmodni. Borzasztó. Jó, szerintem ezt most csukjuk be, és akkor... szóval visszatérve, igen, vannak a fogyaszthatósági határidők, mondjuk egy gyorsan romló termék, ugye egy friss sajt, egy tejtermék, kenyér. Itt azt mondom, hogy ha lejárt, főszabályként nem fogyasztjuk. Joghurt, kefir esetében
óvatosan, hogy az nem romlik meg a joghurt, legfeljebb kicsit fölpuposodik, hát kicsit tovább erjed, és több széndioxidot képez egy kefir. Kicsit gyorsít az anyagcseré. Aki érzékeny rá, ott egy enyhe hasmenést okozhat egyébként. A lényeg, hogy a szavatosság, illetve a minőség megőrzési időn túl a gyártó nem vállal felelősséget a hatásért. Ez nem azt jelenti, hogy rossz lesz az egészségre, csak utána nem viheted vissza. Mi a helyzet például a konzervekkel? Szerintem az sokakat érdekelhet, mert hogy ugye ott mindig felmerül ez az érv a lejárt szavatosságú konzerv mellett, hogy mi baja lehet, le van zárva. Így van. Amikor konzerv dobozba csomagolt, sterilezett termékről van szó, ezeket 121 fokos ő érte, nincs benne konzerválószer, nincs benne tartósítószer, ezek minőségmegőrzési időn belül még garanciát vállal rá, a gyártó utána viszont elvileg fogyasztható még egy ideig, mert nincs benne, ugye a sterilezett konzervdobozba töltött termékben egyetlen baktérium és gomba sincs, ez egy fontos dolog. Aszeptikusan töltött lében, almalében egyetlen darab élősejt sincs. Miért nem alszik meg az UHT tej? Mert ebben a bizonyos aszeptikus csomagolásban egyetlen tejsabbat is nincs benne. Sokan azt hiszik, hogy azért nem alszik meg a modern tej, mert biztos tele van antibiotikummal, vegyszerrel. Szívesen mondanám, hogy igen, de sajnos nem. Tehát csíramentes egyszerűen. Egyszerűen csíramentes, és a levegőből nem kap tejsabbat, de ha beoltom kefirrel, tehát persze kefir beoltom, akkor az meg fog aludni. A lényeg, hogy a modern technológia létrehívta a csíraszámmentes aszeptikus technológiát, ami rettenetesen modern dolog, azt gondolom. A régi zacskós tej megaludt, ugye, mert ugye az kereskedelmi sterilizált volt benne teljesen baktérium. Az UHT-tejben már ugye nincsen. Konzerveket tehát tovább, fagyasztott terméket is lehet tárolni, mínusz 18, mínusz 20 fokon, ugye egy húst akár 6 hónapig is, ugye 3-6 hónapig lehet fagyasztani. Mi a helyzet a mélyhűtőben, amíg berakok csirke mellett megfagyasztom? Kiveszem fél év múlva. Akkor? A felengedés után van a kulcs. Ugye a felengedett termék mindig sokkal gyorsabban romlik, mert a szétesett sejteket azon a gombolatok. Azok, hogy egy évig is fagyasztatok például a csirke mellett? Hát 6 hónapig, azt mondom, 6 hónapig, 12 hónapig is előfordul, de baja nem lesz, nem? Vannak a mély hűtőpultok, stabil. Ha stabilan, az mínusz 20 fok alatt van, az rendben. De ezek a hűtőszekrények, ahol van egy mély hűtőrész, ugye az kinyitott, becsukott, stb. Hát ott általában 3-6 hónapot tudunk mondani. És hogyha elkészítesz egy ételt, és nem bírod megenni, akkor is lebírod fagyasztani, az is 3 hónapig simán áll. Tehát a fagyasztót azt használjuk, egy fantasztikus dolog, fagyasztó. Illetve most hát tudjátok, vannak ezek a befőző edények. Hogy fölnyitod, van benne víz, berakod a kis üvegeidet, lezárod, az lepasztőrözi, kiveszed, és kész van. Ma már nincs az a régi, hogy dunsztolás, meg paplamba. Vannak ezek a befőző edények, fantasztikus. Forró, letöltöd, lezárod, úgyhogy szuper. Viszont, ha elkészítettél egy ételt otthon, és megmaradt a fele, berakod a hűtőbe, és rátalálsz mondjuk 3 nap múlva, azt már olyankor nem esszük meg. Kicsit átforralod a töltött káposztát. Bocsát, hozzá kell tennem az átforralás, mert ezt összekérdezte a Feri. Az átforralással elpusztítjuk a gombát, rendben, de a képződő toxinokat esetleg, amiket képezett egy penész, azt a hő nem pusztítja. Az hasmenést okoz, esetleg hosszú távon idegrendszer általmakat. A gyerek szinte biztos, hogy hasfájásról fog panaszkodni, vagy fejfájást okozhat. Még hányszor csináltam én ezt, felforraltam, aztán bele egy macska, pöcse, paprika. Ezt már nem ízés éreztem. Meg hát, az ízés meg. Hát gyerekkorodban nem ettél friss kenyeret. Anyád azt mondta, mindig edd a régit. Megvette az újat, az 2 nap múlva régi lett. Nem? Sose ettél friss kenyeret, mert mindig a régit kellett megenni. Mi történt? Mindig volt ottom friss kenyer, mindig a régit ettél. Egyszer kellett volna csak kidobni. És akkor eltél volna életed végig friss kenyeret. A friss kenyeret csak nézhetted. A friss kenyeret mindig 2 nap múlva kaptam meg régiként. Ugye ne a frissből, ott miért, a frissből. De hogy miért nem ehetek frisset? És így a 2 nap múlva kenyér, utána már most sem volt friss. 10 évig nem ettél friss kenyeret. Csodnak, hogy megálltam a fejlődésben. Az állatkenyér az nem baj, sőt az jó. A penész is rajta? Nézd, a kenyér, ha megnézed, nem mindig penészedik meg, hanem átszikkad. Teljes keresztmetszetében a szikkasztott. Jó, azzal nincs baj. Kicsit átmelegíti az ember, csinálj egy bundás kenyeret. A penészes kenyérrel mi a helyzet? Hát amióta bezacskózzuk a kenyereket, ugye, hogy zacsi, behajtjuk a fülét, meg minden, meg penészedik, hogy nedvesség bent marad, azok a penészek bizony ártalmasak lehetnek az egészségre. Nem biztos, hogy toxintermelő, tehát nemes penész nem szaporodik annyira a kenyéren, inkább az ártó penész. Toxintermelő és gyomor, bélproblémák, idegrendszeri problémák, fejfájás, tipikus
fejfájás, az enyhe toxin hatás miatt, úgyhogy a penészes kenyér az kifejezetten rossz. Ezért hagyjuk egy picit szikkadni a kenyeret. Ugye régen rongyokba tették, rongyokba csavarták a kenyeret, tehát nem voltak ezek az acskók, és a kenyér szépen megszikkadt, és nem igazán penészedett. Meg a mai kenyérek azok az egy gyors készítésűek, más. És mi van a sajtokkal? Tudom, hogy beszéltünk róla, csak nem ebben az összefüggésben pár perc ezelőtt, mondjuk becsomagoló veszek egy sajtot, kicsit penészedik a széle, egy hét múlva kinyitom, trapista, most tök nem az, ami már elmászik, tehát nem erre gondolok, hanem valamikor az ember látja, hogy kicsit fehér a széle, azt mondjuk levágod, vagy akár meg is eheted. A sajtok 2-3 hétig is tárolhatok a hűtőben. Egyébként ma már az sem baj, hogyha van egy olyan kis tárlóedényünk, amiből a levegőt ki tudod szippantani. Aha. Ma már ez sem... De vágjam le a sajtról, vagy megehetem, nem árt? Az a nemes penész, ami mondjuk rajta. Ha brie, akkor ne vágd le. Aha. Vagy ha camembert, ne vágd le, mert annak az a dolga. Amikor a sajt értem, legyen. De mondjuk egy trapistát. Simán a sajt külsége kicsit megfegyéredik. Nem vágom meg, az egészet ki kéne dobni. Persze, tehát azt értem, hogy arra nem vágj. Igen, tehát a marhahúsról se vágjuk le a marha részét, mert akkor ugye nem, semmi nem marad. Én értem azért, csak a trapistát kérdezem például. Egyébként a sajtra ugye vigyázni kell, mert azért ott is szaporodhat egy-két dolog, de a sajt külső héját és azt a részt, amely megfejre beszáradt, azt levágjuk. Egyébként tényleg a sajt az viszonylag jól tárolható, a mozzarella feta az nyilván nem, de a kemény sajtok igen, a tojás 3 hétig, kolbászszalonna 4-6 napig, de nyilván ez attól függ, hogy milyen füstölés, gyors élelés vagy nem, amikor nyilván hosszabb ideig, és hát nem szereteljük fel előre ezeket, hanem ugye még frissen szereteljük fel. Tejtermék 3-6 napig, húsos étel 2 napig tárolható a hűtőben, és az sem mindegy, hogy az milyen pH-jú, ugye a savanyú típusú joghurtok azok hosszabb ideig, míg maga a natúr tej, ha fel van bontva, akkor csak néhány napig tárolható. Na jól van. Hát okosabbak lettünk, Gábor, köszönjük szépen. Érdemes megnézni, ami rá van írva. Nem egy hülyeség, nem? Így van, és itt úgy látom, hogy itt a hűtőszekrénybe is érdemes egy-két dolgot megkérdezni. Hát azt a hűtőszekrényt azt úgy, ahogy van, ki kéne dobni. Mert hogy szerintem ezen már egy ilyen csirátlanítás nem segít. Tehát egy lángszóró. Igen, tehát egy lángszóróval. Bevallom, váratlan volt, és ahogy kinyitottátok, és belenéztem, szóval ez tényleg horrorisztikus volt. Ez visszatérő elem lesz. Nincs túl jó állapotban a hűtőszekrényünk, de legalább szembesültünk vele. Mit reggeliztél, Gábor? Árpakása, áfonyalekvára jutatójával. Ja, és szeretlek. Kandírozott gyömbér előkerült megint. Most megkívántam. Úgy ébredtél reggel, így, hogy egy kis kandírozott gyömbérrel fogom nyomatni a napot? Igen. Ez ilyenkor az édesség. És kókusztejben főztük az árpakását. Szerintem hosszú távú lesz a hatása a mai napra, mert nem tudok ebédelni. Délután fogok újra ételhez jutni. Sok a dolog azért? Igen, tanácsadások vannak egy egyebek, úgyhogy ilyenkor az árpa az nagyon szépen alacsony glikémiás indexhez, ugye reggel megálmodja az ember, és így megalkotja, ugye, hát fölépítjük a reggelit tulajdonképpen. De már este gondolkozol ezen, hogy mi lesz a holnapi eszembe reggeli? Eszembe jut, ugye, hogy árpa vagy zab, igen, árpa igen, vagy zabot, igen. Az ember forgolódik. Nem este. Killódok rajta, de az ember szívesen gondolkodik az ilyesmin. És hogy csináltad meg az árpát? Tehát mi volt? Árpakása? Az ugye nem, mint az apkása? Tehát megfőzöd? Árpa tejhet kókusz tejben főzünk föl, és picit állni hagyjuk, ez fontos a kásáknál. Állni hagyjuk, és datóját kimagoztam, és azt tettem rá, illetve áfonya lekvárt, úgyhogy ilyen módon... Egyszer lenne ennyi időm reggel, mondjuk hétvégén van. Hétvégén van. Lehet, hogy ő beszél róla, figyelj. Ez fantasztikus. És bourbon vanília. Bourbon vanília. Álomszerű. Egyébként az a jó... Álomszerű? Egyébként az a jó, amikor az ember ott... Álomszerű erre az ételre? Álomszerű. Amikor ott állsz az edény mellett, és majdnem kész van, és még álmodozol róla, hogy még mit lehetne hozzátenni. Hogy ehető legyen. És ilyenkor van, hogy egy könycsepp így legördül az arcodon? Az örömkönnyi? Azért annyira nem katartikus, de szóval az egy izgalmas dolog, hogy hogyan lehetne még ízesíteni. Mi az az új dolog, amihez ma kedvem van, ami a hangulathoz hozzátartozik? Kis fahéj, kis vanília, kis karob. Aha. És ugye ez egy fantasztikus dolog. Te nem egy rendes vaníliát használsz? Eszed, ha van egy valami sorra, amikor elmondod, mint reggeliztél. Nem bourbon vanília. Ő egy költő. Ismerjétek a mondást, a reggelidet ne hozd meg senkivel. Nem ismerjük, ez a te mondásod, ezt te használod. De akkor ilyenkor feleségednek se adsz? Ez csak saját, az nem. Nem, ez egy antik mondás, csak azért mondtam. De jó. Ebédet hozd meg fele barátoddal, vacsorát adod az ellenségednek. Ez egy fantasztikus mondás, tehát nem a király, polgár, koldus, hanem az antik mondást szoktuk ismételni, és a reggeli egy fő
ez állítja be a vércukorszintet, a vérnyomást, a boldogsághormon szintet. A teljes napra ez visz el. És nem sokára már jön ugye a teljes kilés lisztből készült mézes kalács szezonja. Azt is nyilván már várom. Igen, igen, előbb-utóbb azokat is hozom. Igen, különböző rostosabb pékárok is majd érkeznek. Gábor, imádtunk, szerettünk, köszönjük, hogy itt voltál. Szerintem utoljára vagy két hét múlva, majd lehet kiszámoljuk. Igen, mert utána viszont még már mi nem vagyunk, úgyhogy évbúcsúztató adást tartunk rendben. Majd két hét múlva. Jó? Köszönöm. Vigyázz magadra, csókoltatunk. Köszönöm, szervusztok. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.